Györe a 2020-as Magyar Falu Programban sikeresen pályázott a temetői infrastruktúra fejlesztésére. Közel 4 millió forintos támogatás igénybevételével készülhetett el a 10 férőhelyes parkoló a temető bejárata előtt, mondta el Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. Nagyon jó ütemben zajlanak a Magyar Falu Programos beruházások, és most újabb két ilyen beruházásnak az átadásán lehetünk. Itt a temető előtt egy 10 férőhelyes parkoló készült el. A program pályázati lehetőségei közül az egyik legkeresettebb a tanya és a falugondnoki buszok beszerzése. Győre is élt ezzel a lehetőséggel, korábban a település lakosság száma miatt nem volt módjuk gépjármű beszerzésre pályázni. A 2021-es Magyar Falu Programnak köszönhetően a több mint 14 millió forintos támogatásból vásárolhattak meg egy új gépjárművet. Különböző dolgokra tudják ezt is használni, gyerekek szállítására, óvisok, iskolások szállítására, sport egyesület tagjai tudják használni, illetve az idősebbeket tudják elvinni orvoshoz, a rendelőintézetbe, Bonyhádra, piacra bevásárolni, társadalmi rendezvényeken tudják használni, úgyhogy ebédkihordásra. Győrében korábban is működött falugondnoki szolgálat, így nélkülözhetetlen számukra az ennek ellátására alkalmas gépjármű.